Sziasztok, drágám, sziasztok! Arról szeretnék beszélni, gyerekek, hogy egy olyan dolog, helyzet történt, hogy Radics Dezső megnyilvánult rólam, azért fölhívott engemet, hogy provokáljon engemet. Persze azért, mert történt egy félreértés. Történt egy félreértés. Egy illetővel Takás Rolanda, hogy a Rolandot is ellenem húzta. Ezt a Takás Rolandot ellenem húzta. Ez a Radics Dezső úgy beszélt velem, mint a kutyával, biztos, hogy láttátok. Hergelt engem, persze nem mutattam előtt, hogy én összetörtem. És úgy én a Rolandról nem mondtam semmi rosszat, én csak annyit mondtam, hogy ha tudja, még vegye le a videókat, amiben megnyilvánultam, hogy majd ott szereplek. Semmi más nem mondtam, gyerekek. Azóta Rolanddal megbeszéltem mindent, és tisztáztam vele mindent a Rolanddal. Semmi gond, baj nincs. Roland Takáccsal szóbeszédbe vagyok, nincs semmi baj. Hanem majd jöttek ketten a Roland Takáccsal, így meg úgy meg amúgy, amikor igaz nem volt a dolog. A Radics Dezső összebeszélt vele, hogy én rólam beszéljen. Holott én a Takással annak semmit nem ígértem. Ő mondta, ő keresett meg, hogy szerepelnék le a minden álmodba. Hát mondom, nem tudom még, mert most léptem ki egyfajta szerűbű, nem régen léptem ki. Én most jelenleg nem szerződnék, hanem akkor, ha van, ha szerepelek, akkor védjenek le, meg Atticushoz kell menni, meg ilyenek, meg stb. És ennyi. És akkor úgy volt, hogy hívnak engemet egy-egy dalra, de nem mentem, mert nem is jöttek értem. Egy-két mondatot vettek fő, mennyiben mondtam, hogy majd a minden álmodba, nem is ha én az álmod sorozatban fogok szerepelni, arról volt szó, majd, de nem most, tanába, hanem nem mostanába, de szerepelnék a minden álmodba, de ez nem történt meg, mert nem is kerestek azóta, és sehonnan nem kaptam egy fillét se. Majd végül Pesten találkoztak velem, és egy-két szót fölvettek tőlem. Adtak 5000 forintot kétszer. Ennyi volt az egész, semmi más. De hívni még nem hívtak be a stúdióba, amit ígértek, vagyis hát, hogy majd fölvesznek egy dalt, stúdiói dalt, semmilyen nem történt. Erre Radics Dezső mindennek elhordott, mindenféle lucskosnak, és gyerekek, ilyen egy ember elkezdett fenyegetni, hogyha ő majd Szlovákiából átjön, meg véget ér ez az egész vírus, ő agyon fog, ő meg fog verni, ő így, ő úgy, ő amúgy. Elkezdett engem fenyegetni. Biztos, hogy láttátok, azért nyilvánultam meg, mert ő is megnyilvánult rólam. Ezt szerette volna elérni, hogy én megnyilvánuljak. Hogy én másokról beszéljek. Hogy mindenkinek szemet szúrjak. Provokálják az embereket ellenem. Szítsák az embereket ellenem. És úgy beszélt velem, mint a kutyával. Nézzétek meg a videót, de letörült állítólag. Állítólag letörülte, drágáim. Letörülte, és nem
régen hívott videón is direkt vette azt, hogy hogy fogok reagálni. Persze elmondott minden lucskosnak. Úgyhogy drágáim, ez van, sajnos, ilyen emberek léteznek, akik nem tudják azt, hogy mi az, hogy tisztelni, becsülni valakit, tisztelni egy nőt, akárhogy is van, nem kell így bántani egy nőt. És meglett ember létére. A sok kiparizálásom miatt ütöttek meg annak idején egy embert. Egy ember megütött annak idején a nyugatiba, ez is azért volt, mert kipardidát elhordott mindennek. Így van, TikTokon is minden lucskosnak elhordott. Azóta majdnem mindenki lucskos picsájúzik, de még egy dankolos gyerek is be lucskos picsájúzik. Lucskos picsájú, innenként el akarom hívni, énekelni. Valaki vette, anyja meg ott ült mellette. És nem tudom, hogy ki az a gyerek, csak azt tudom, hogy üzent. És sajnos ez van, drágáim. Úgyhogy ez van. Radics Dezső, most már látszott látni, hogy rajtam akar fölkapaszkodni, mert irigy. De ezt annyiba gyerekek nem, megvan a fenyegetés. Felvettem a fenyegetéseket. Oktalanul, jogtalanul fenyegetett a Radics Dezső. És viszem a rendőrségre. Viszem a rendőrségre, hogy fenyegetett engem. Láttátok, hallottátok, hogy mit művelt. Nem elég, hogy vettem, hanem még tanuk is vagytok. Tanuk vannak rá rengeteg, hogy nem helyesülték. Akárhogy, nem szállok szembe nővel, férfi létemre. Ki vagyok idegileg gyerekek, mert évek óta ez folyik így, hogy nem csinálok semmit. Dolgozok, kisanyám, dolgozok. Hidd el, hogy dolgozok. Nehogy azt higgyed, hogy csak itthon ülök. Dolgozok. Igen. Fölhívott azért, hogy engemet provokáljon. Azt hittem, majd meg tudom vele félreértéseket beszélni. De nem. Úgyhogy gyerekek, ez van. Nem tudok mit tenni, mert ilyen dolgok vannak. Tudjátok, jó gyerekek, miattatok live-oztam, miattatok élek. Értetek vagyok, Dezső Radics Dezső. Nem gondoltam volna, hogy fenyegetelődzik, kötözködik, gúnyolódik. És még én dicsértem őtet, hogy nem a rossz ember ő meg, hogy jó szívű, az tessék. Most meg írja nekem, hogy gyere, beszéljük meg. Nem baj, drágáim, nem baj, felépülök és újra leszek. Nem járok sehova énekelni, nem mozdulok ki a házból. És ezt csinálják velem, amikor nem teszek semmit. Szítsák az embereket ellenem. A másik fészül, ahol nem vagyok. Belemásznak a messengerbe, azt onnan irkálok embereknek. Belemásztuk a messengerbe, onnan irkálunk embereknek, és szítsák őket, gyerekek. Higgyétek el, nem hazudok. Évek óta ez megy, ezt csinálj, Dezső, 2-3 éve. Higgyétek el, gyerekek, nem hazudok. Istenemre mondom neki.